Köszöntöm stúdiónkban két különleges vendégünket, Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar népdalénekest, előadó művészt, valamint Szamosi Szabolcs, Liszt Ferenc díjas magyar orgona művészt, a Filharmónia Magyarország ügyvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kecskeméten 8 órakor kezdődik a református templomban a közös koncertjük, de beszéljünk először arról, hogy hogyan történt ez a találkozás. Kinek az ötlete volt a közös munka? Hogyan történt? Nagyon izgalmas volt. Én világéletemben orgonaművészként kerestem azokat a program lehetőségeket, amivel felfrissíthetjük ezt a műfajt, és tágíthatjuk az orgona szerelmeseinek, a klasszikus zene szerelmeseinek a körét, és így jutott eszembe a népzene, a népdal, és hát ezek után már egyszerű volt, annak a legkiválóbb képviselőjét kerestem meg, Sebestyén Márta személyében. És amennyire fájt a fejünk az elején, hogy vajon milyen programot tudnánk mi ketten így összerakni a több ezer sípos orgona és a gyönyörű népdalból, annyira egyszerűnek tűnik most már így visszatekintve, ugyanis a népének kincsünk, mint ahogy a nevébe is benne van, nagyon nagy körben a népzenéből is táplálkozik, ilyen módon a program egyik felében ilyen művekből állítottunk össze csokrot, amik az egyházban elhangoznak, a keresztény egyházakban, akár a katolikusban, akár a protestáns egyházakban népénekként. Másik részében pedig szerzők, akik akár számunkra művet írtak, akár korábbi nagy sikerű művüket átírták a mi párosunk számára. Nem ez az első koncertjük, sőt, Márta, olyan hogyan érzi magát ebben a felállásban? Mikor először meghallottam Szabolcsnak a óhaját, illetve ezt a furcsa felvetést, akkor hát nem is értettem először, hogy mit szeretne, mert ugye én eddig még mindig operaénekesnőket hallottam, és ilyen világhírű szopránokat, és most szoprán hangokat. Én ugye nem szoprán és nem klasszikusan képzett hangú énekes vagyok, hogy fog ez vajon összejönni. Én az orgona ősével, a dudával már annál többet énekeltem, de csak egy síp van és egy zsák. Itt meg van egy hatalmas zsák és millió síp. Egy fenséges hangzáshoz kellett ugye hozzáigazítani azt a repertoárt, ami a maga egyszerűségében is gyönyörűen összesimul a Szabolcs által játszott nagyon gazdag és szép repertoárról. De csak az elején tűnik ez talán furcsának, és aztán úgy, ahogy már mondtad, tényleg, ahogy megindul valami, egyre több gondolat és ötlet egyik hozza a másikat. Erre különös alkalmat kínálnak a gyönyörű egyházi ünnepek, az évkörök, a helyszínek, évfordulók, tehát mindig vannak olyan események, amik köré is nagyon szépen össze lehet állítani a műsort, úgyhogy végül is az elmúlt 15, most már hány éve? Igen, szerintem több mint 15 éve, hogy nagyon nagy örömmel megyünk és játsszuk ezt az orgonás népdalos műsort, hogyha hívnak. Most itt Kecskeméten legutóbb egy nagyon hideg téli napon, Kodálymester születésnapján voltunk sok éve, kicsit fáztunk is, hát most nem fogunk fázni. Most mit hallhat önöktől a közönség itt Kecskeméten? Hát, amint említettem, például tehát mivel augusztusban vagyunk, Nagy Boldogasszony ünnepe augusztus 15-e, augusztus 20-a Szent István király ünnepe, nagyon fontos témái a népénekeknek, tengernek csillaga, ahol vagy magyarok tündöklő csillaga, mind-mind fontos része ennek a programnak. De emellett elhangzik Tolcsvai László magyar miséjének két tétele, illetve az István a királyból is készítettem egy átiratot, amelyben ugye Márti énekelte Rékát és 37 évvel ezelőtt. Az is elhangzik ebben a programban, de természetesen eredeti orgonamű is megszólal, amit szintén párosítunk a népdalokkal, Antonio Vivaldi és Johann Sebastian Bach ámol koncertója is megszólal ma este. Mint említette Márta, a népdalok utánozhatatlan előadója, Oscar-díjat kapott 1997-ben az Angol beteg című film kapcsán, mint a legjobb filmzene és zenei motívum. Most ebből mutatunk egy részletet. Átkozott gyötre.
és visszagondolni erre az időszakra. Ez egy meglepetés volt. Igen. Hát ugye ennél a népdalnál is tulajdonképpen nagyon furcsa dolog, hogy hova el nem kerül, illetve egy ilyen közegben, ha megszólal egy népdal, akkor öt földrészen rácsodálkoznak, hogy jaj, de gyönyörű. Amikor meg csak úgy megszólal a maga helyén, akkor pedig sokkal kisebb közönség örven neki, de tényleg ez egyszerűen szinte hihetetlen, hogy hány országban hányan zárták a szívükbe ennek kapcsán a magyar népzenét, illetve kezdtek el érdeklődni, vagy jegyezték meg maguknak Magyarországot. Tájvánban egy egész turnéről kellett mennem csak ennek az egy dalnak a kapcsán, és egyik tévésóból a másikba menni, és rohantak utána motoros fiatalok is. Kínaiul, angolul ölelgette, gratuláltak. Tehát szinte hihetetlen. És az az idős erdélyi mester, hegedűs énekes, Maneszes Márton bácsi, akitől tanultam, hát nem is tudott az egészről, hát ő a kis valójában éldegélt, és egyszer kérdőre vont. Hát aztán Márti drága, tőlem nem tanult meg, vagy egy nótát? Marci bácsi, hát nem is tudja, hogy maga az angol beteg. Hát öt földrészen szeretik ezt a dalt, amit tanultam. Há, fiam, nekem nincs videó, nem járok én moziba. Úgyhogy ő nem tudta, de rajta kívül mindenki, és ez tényleg egy nagyon nagy öröm, és egyben bizonyíték is, hogy a műfajok milyen érdekesen tudnak egymáshoz közeledni, illetve hogyan használja a filmes nyelv is adott esetben a népzenét. És hogy micsoda kincseink vannak. Kerülhetetlen az is, hogy a vírushelyzet miatt az előadó művészek is sokat szenvedtek, hiszen a lételemük az, ami talán hiányozhatott ebben az időszakban, a közönséggel való találkozás. Igen, hát mi nem tudunk online, legfeljebb csak jópofa dolgokat egymásnak küldeni. A koncertezés az valóban egy eleven műfaját. Nem tudom, hogy te otthonról orgonálgatnál-e, de hát az egyszerűen nem az, ami. Közönség nélkül ezt nem képtelenség létrehozni, ennek a lelke ebben rejlik, a közönséggel való lelki kapcsolatban. Érzik ezt most, hogy még nagyobb ünnep a találkozás a közönséggel? Határozottan. Az emberek ki vannak éhezve ugye az emberi találkozásokra, és egymással való a családok, hát édesanyámat például 3 hónapig nem láthattam, mert műtétje volt, kórházba került, stb. Tehát, hogy ilyenkor az emberek egy kicsit talán jobban átértékelik a helyzetet, hogy jobban meg kéne egymást is becsülni, a mindennapjainkat, ami eddig magától értetődő volt, most egyáltalán nem az. Tehát szinte tényleg ünneppé válik minden alkalom, minden koncert, és minden lehetőség a találkozásra, a zenével is, vagy egymással. És ha már édesanyját említette, az utolsó Kodály tanítványok egyike ő, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket Kodály városában, és nagyon sok sikert kívánok ehhez a koncerthez is, és a további munkájukhoz is. Hajrá, Kecskemét! Így van. Köszönjük. Köszönjük.